Sziasztok, Krisztián vagyok, és ebben a gameplayemben ismételten a Forma 1 2012-es játékot fogom nektek bemutatni. Elég sokan írtátok, hogy az előző jól lett, sokat lehetett rajta rögni, megpróbálok ebből is mindent kihozni, amit lehet. De viszont elsősorban meg szeretném köszönni a 100 000-es videó megtekintést a YouTube-on. Hát srácok, nem tudom mit mondjak, köszönöm szépen. Na, nézzük is a futamot szerintem. Gondolkoztam, hogy milyen pálya legyen, és az választásom Monzára esett. Mondom, elég könnyű pálya, hát ha nyerek, nehéz szinten vagyunk, a kocsi törik, belső nézet, és Kimi Räikkönen nem vagyunk, és jól kapjuk el a rajtot! Előttem Sebastian Vettel, na vajon, meg tudom vajon előzni? Ojja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 j Mindenképpen be akarok jönni egy pontszerző helyre, vagy akár a dobogós helyre, eddig oké. Büntetés nélkül, ha lehetséges ez. Hoppá, hoppá, ott megcsúszott a kocsi hátulja. Óvatosan veszem be a kanyart, betettem ezt a köcsög nyilakat, hogy tudjam, hogy melyik éven kell menni, mondom, legalább ennyi segítséget hat kapjak, ha egyszer úgyis olyan béna vagyok a játékban. Ötkörös a futam, ha jól tudom, igen, ez eddig jó, kocsi nem törött össze, és ez most mi volt? Hát esküszöm, hogy nem csináltam semmit, és megbüntetnek! Hát de nem csináltam semmit, nem látok semmit! Jobban nem tudok, hát... Diszkalifikáltak! Jó, anyádat diszkalifikáljál, most akkor mit csináljak? Most akkor kezdem előről? Nem mondok el mindent. Akkor kezdjük előről szépen, restartoljunk egyet. Most megint elmondhatnám, hogy sziasztok, na mindegy, itt vagyunk Monzával, Kimi Räikkönennel, kezdjük előről. Lassabban megyek, óvatosabban megyek, majd a végén beelőzöm őket. Na nyomjuk azt a kercet! Ha Vettelt megelőzném itt a rajtnál, akkor már is könnyebb dolgom lenne a kanyarodás szempontjából, és most talán meg lesz. És most talán meg is van! És jövök előre, már megvan a hatodik hely! Előttem Hamilton, na vajon Hamilton is meg lesz? Na, óvatosan, nehogy kilöki hátulról. Oké, megvan. Úgy tűnik, hogy fejlődtem az utóbbi videóm után, na. Oké, óvatosan. Kell az a pontszerzőhely. Kicsit furázsban belső nézet, de megteszi. Ha jól látom, előttem Alonso van, de nem merem elolvasni, hogy ki van előttem, mert félek, hogy kiesek. Jó, és nagyon jó! És jövünk az ötödik helyen! Követem a nyilat, hogy tudjam, hogy merre kell menni. Milyen íven. Azaz, fékezünk. Oké. És most innen padlógáz! Itt félek, hogy neki megyek, inkább visszaveszek egy kicsit, de jajajajajajaj, korrigálnom kellett, és ha jól láttam, lepattant a szárnyamból egy darab. Ne léci. Hopp, ha jól éreztem itt hátom mögött, belém jöttek, hát igen. Nehogy megbüntes. Sportszelőrán visszakanyarodok, és már mehetünk is tovább. Ez eddig jó. Megbüntették 10 másodpercre, mekkora egy genyó vagy. Hihetetlen, hoppá, ki kellett volna mennem a box utcába, de nem baj. Ezek a szárnyak még bírják szerintem néhány körig. Hát a francban hát nem igaz, még direkt mondták is, hogy jó lenne, ha nyernék vagy valami, de nem vagyok rá képes. Nem igaz, komolyan mondom, nem igaz. Ajajajajajaj. 10 másodperces büntetés, 8. vagyok, nem lesz meg itt a pontszerzés. Itt csúnyán nem lesz meg a pontszerzés. A franc egye meg. Ajaj, de viszont elég jó időt jövök. Itt meg már Perez próbálkozik magadtán. Nem én mentem neki a falnak, neki lökött. Hát komolyan mondom, hogy neki lökött. Nem igaz, már megint balfasz vagyok. Nem igaz. Mondjuk a kerszet. Nem, már ilyen Dirastán meg fog előzni. Mert több helyre figyelek, és nem tudok egyszerre több helyre figyelni. Dirastán előz meg, léci. Te szarabb vagy, mint én. Nem előzöl meg. Menj onnan, hülye nyíl. Nincs mögöttem senki, menj már onnan. Meg kéne mennem a box utcába, de ha bemegyek a box utcába, elmegy mellettem mindenki. Főleg ilyen kicsi pályán. Nem megyek be, jó kezek, bírják a strapát, hoppá, mintha kicsit neki mentem volna, és kimonyomjuk a maradék kerszet. És hogy újra tölt ugyebár. És elég jó időt mentem. Jaj, ne. És befordultunk, te Hülkenberg, elmegy mellettem. Francba. Gondolja, hogy nem lesz meg az a pontszerzőhely. Már megint szenvedek. Szar a gumi lehet.
Jó! Menj el mellettem! Nyugodtan! Figyeld, hogy visszavágok! Figyeld, hogy visszavágok! Majd az alagút után. Figyeld csak meg, hogy ott leszek az alagút után. Menj neki a falnak, persze. Faltól falig forma egy. Ó. Jó, ez nagyon jó volt, és most innen padlógáz. Pik, ilyen pik nevezetű emberek jönnek mögöttem. Na ne idegesítsél már fel. Hát a tévében nem is lehet ezeket látni. Csúszik, ha nem fékez le. Jó, figyelmeztetsé. Nyugodtan, nyugodtan. Nem számít. Tizenegyedik vagyok, tizenegyedik vagyok! Jó az, nagyon jó! Ha előttem mondjuk kiesnének a skillesebbek. Oké. Okay. Ne! Ajj, de jó volt! Jöhet az utolsó előtti kör! Azaz a negyedik! Itt lefékezünk hamarabb, mielőtt neki megyünk a falnak, ez oké, okay, ez nagyon szép volt. Nem csúszunk ki, nem fordulunk keresztbe. Na, elég jól vezetek szerintem. Oké. Okay. És jön mögöttem a srác. Nem fogom elengedni. Az idő azt mutatja, hogy marha gyors vagyok. Oké? Okay. Jó lesz, nagyon jó lesz! Jó az a 11. hely szerintem! Na, és ez is jó, és nem tudok kicsúszni! Nagyon jó vagyok, igen, tovább megyünk! Ne, bal fasz vagyok! Fékezünk, egy balos előbb itt ránk szóltak. Tehát most jól kéne bevenni. Tökéletes! Hú, ahogy nézem a kis térképet, mindenki mögöttem van. Nem baj. Nem baj. Addig jó, míg mögöttem vannak. Ne. Jó, nagyon jó. Ja, nem jó. És mi volt ez? Komolyan kifordult a hátulja a kocsinak. Háta? Hát nem tudsz beszélni, barom. És jöhet az utolsó kör. Ezt be kéne gyorsítani, ezt a kört, igen, még gyorsabbat. Hogy egy kicsi előnyt azért tegyek. 12-kel szembe. Jó, ez így jó lesz. Egész jó vagyok. Egyszer-kétszer neki megyek a falnak. Oh, Sumi! Hát Sumi nyer! Mekkora király már! Schumacher! Oh. Hát ez marha jó, ez jobb, mint ha én nyertem volna. Sumi! Miért van az a 10 másodperces büntetésem? Tök jól végigmentem pedig. Esküszöm, úgy hallom, hogy nekem jönnek hátulról. Figyeld, mit csinálsz? Hát mit csinálsz? Hát hülye vagy? Hát Krisz vagyok, bazd meg! Illetve most Raikönen. Oké, okay. És megint egy gyors idő, javítom a szektorokat, hát ez elképesztő. Hogy lehetek ilyen gyors? Oké, okay. Ezt a kanyart is sikeresen teljesítettem, és jöhet az utolsó kanyar, és ez is megvan, és jövök Kimi Räikkönennel a 11. helyen, és sikeresen bejöttem. Woo! Szép volt, Krisztián, 16. hely, hát. Ha az a 10 másodperces büntetés nem lett volna, azt mondom, hogy egész jó lett. Tök közel voltam a pontszerző helyhez. Igaz, a dobogós hely nagyon elmaradt. Csapattársam az 5. Gratulálok, Rozsán. Szép volt. A németek, Nico Rosberg meg a 3. Na, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Tehát még egyszer, a 100000-es nézettségnek nagyon örülök. Köszönöm szépen. Meg még mit kéne mondanom? Ja, nézzétek a dittv.hu-t, ott minden friss információt megtalálhattuk a játékról, oda kerülnek ki leghamarabb a gameplayek. Nagyjából ennyi az egész. Köszönöm szépen, sziasztok!